Azzal kezdeném, hogy így a nap végén az ember egyrészt már kicsit fásult emberekkel találkozik, ezért nem fogom nagyon hosszúra húzni az előadást, a 10 percen belül fogok lenni. Másrészt azon, hogy rengeteg gondolatot hallottunk már, amivel vitatkozni és egyetérteni is lehet. Én rögvest itt az előttem jövőképet festőköz csatlakoznék bizonyos szempontból, hogyha az ember belevág egy projektbe, mint ahogy mi tettük, és leteszi a voksát valami mellett, akkor jelen időbe kell húzni dolgokat, amiről sokan még csak vitatkoznak. Mi ezt megtettük, két alapvető dolgot tettünk jelen időbe, az egyik az alapfőrtevés ennek a mai napnak, hogy a széles sáv az gyakorlatilag egy közmű lesz. Egy közmű már most. Nem csak a vezetékes széles sáv, hanem az online, a mobil széles sáv is elnézést. Magyarul minden SIM-kártyával rendelkező készülék, mi ezt jelen időben gondoljuk, mobil széles sávon korlátlan adatforgalomra képes, és előbb-utóbb ez üzletileg is ingyenessé válik. A másik hasonlóan radikális kérdés, az pedig a tartalommal kapcsolatos, és ezt azért merem mondani, hogy radikális, mert hogy én egy hanglemezkiadónál dolgoztam ezelőtt. Alapvetésnek gondoljuk azt, hogy zenei tartalom fogyasztásért senki nem fog fizetni a jövőben önállóan. Remélem, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődést a elkövetkezendő 10 percre, és akkor ezen túl megnézhetjük, hogy ki vagyunk mi. Ha megnyom a zöld gombot, akkor a minden igaz, akkor történik egy váltás. Igen, köszönöm szépen. A 3G Multimedia Kft. Egy most 2009-ben alakult cég. Az MMG Cluster égisze alatt szövetkezett össze négy vállalkozás, és elindult egy pályázaton, ami sikerrel részt is vett, így tud elindulni a projektünk. Ha minden igaz, akkor el is indul, így van. Az MMG Cluster segített abban, hogy megnyerjünk egy pályázati tendert, így alakulhatott meg a cég, ami gyakorlatilag egy olyan ideális állapot, amit én még az életemben sosem tapasztaltam, mert van egy ötlet, és az ötletre lehet kiválogatni a megfelelő embereket. Így alakult ki ez a fejlesztői szupergrup, azt hiszem, hogy használtam ezt a megfogalmazást. Rajtam kívül mindenki fejlesztő a cégben, én vagyok az egyetlen buta zenész, ha szabad így fogalmazni. Én vagyok hivatott arra, hogy az üzleti hátterét megteremtsem, és lévén, hogy egy tartalomszolgáltatótól érkeztem, azt hiszem, hogy ez a radikális alapvetés lehet a sikerünk egyik kulcsa. Ismét nyomtam egy zöld gombot. Mi az az új média szerintünk? Az új média és az új médián belül a különböző célzott üzenetek eljuttatása a közösséghez az azt jelenti, hogy szórakoztatunk és nem megszakítunk. Ez egy újabb, nagyon-nagyon fontos gondolat szerintünk. Annak a kornak vége, amikor mindenki kijár pisilni a TV reklámok alatt, magával az üzenettel kell valamilyen értéket közvetíteni az embernek, és azoknak, akik felé ezt az üzenetet közvetítjük, ez lesz a jövőben szerintünk az egyik kulcs, és ezt szeretném mi többek között jelen időben tenni. Mi három olyan területet választottunk ki magunknak, amit köszönjük szépen, szeretnénk kisajátítani, ha lehet így fogalmazni. Az egyik az a zenehallgatás. A zenehallgatás egy olyan természetes cselekedete a mai internetezőnek, egyébként minden embernek mindig is természetes cselekedete volt, tehát azért nagyon nagy dohumot ezzel nem találtunk ki, ami gyökeres átalakuláson megy át most. Ez közhely, mindenki tudja, hogy most már alig vesznek CD-t, ugye a fizikális adathordozó az a halálát éri. Szerintünk nem csak ez éri a halálát, hanem már a letöltés is a halálát éli, mert hogy, és itt is kapcsolódni tudok az előttem szólókhoz, nem nagyon van szükség arra, hogy bárhol magamnál tudjam azt az adott tartalmat. Én ezt a prezentációt egy újfajta megoldásban készítettem el szándékosan. Mindenki hozott magával a prezentációt, én nem hoztam magammal. Most internet kapcsolaton online nézzük ezeket a szlájdokat. A zenével is ez lesz a helyzet, sőt, szerintünk már most ez a helyzet. A másik már a természetes cselekedetünk, a közösségi oldalak látogatása, erről is nagyon-nagyon sok szó volt. Akár így, akár úgy, minőségi előjelet nem téve senki felé, egy alapvető és természetes cselekedetünk lett az, hogy az embertársainkat az online térben találjuk meg. És itt is utaltunk arra, hogy mi történne, ha egyszer csak a regisztrációnkat törölnék valahol, elvesztenénk rég nem látott ismerőseinkkel a kapcsolatot, talán örökre.
és sosem találnánk meg őket. A harmadik pedig, amire hál' Istennek az első felszólaló Pukler Gábor rögvest megadta nekem a választ, az a játék, amit mi alapvető tevékenységi formájának tekintünk a számítógépet használó embernek. Ő a Commodore 64-re utalt. A Commodore 64 óta a bármilyen technológia és innováció elsődleges felhasználási formája az, hogy játszunk vele. Mi úgy gondoljuk, hogy az új médiának ez a három területe, amiben ha egy olyan alkalmazást tudunk nyújtani, ami mind a háromra valamilyen választ ad a fogyasztónak, az rendkívül népszerű lehet. És itt elérkeztünk ahhoz, hogy mi mit szeretnénk csinálni, mi lesz a 3G multimédia által létrehozott termék. Ez a termék egy olyan szolgáltatás lesz, amiben alapvetés, hogy a zene az egyenlő stream. Tehát magyarul mi zenét fogunk eljuttatni a fogyasztókhoz stream technológiával. Több mint 2 millió zeneszámból fogunk az elején válogatni, mert a zenefogyasztásnál természetesen a választék az rendkívül fontos. Ez a négy nagy lemezkiadónak és a legnagyobb független lemezkiadóknak a repertoárját testesíti meg. Tehát magyarul és pestiesen szólva, amit csak akarsz, bármit megtalálsz rajta, a kedves fogyasztó. Ezen kívül, amit még tudnunk kell, hogy minden platformon elérhetőnek kell lennünk, hiszen az, hogy streamben sugározunk a zenét, hogy ne kelljen magunkkal hordani, az nem azt jelenti, hogy ne akarnánk bárhol, bármit, bármikor meghallgatni. Tehát ezt minden egyes platformra elérhetően ki kell fejlesztenünk, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alkalmazásunkat a ma ismert összes mobiltelefonos operációs rendszerre apiként ki fogjuk fejleszteni. Ezt olyannyira komolyan gondoljuk, hogy éppen mi alatt itt beszélek, kapjuk meg a passwordünket a Samsung új platformjához, a padához, aminek beválasztottak minket a fejlesztői csapatába, tehát a Symbian, az iPhone, a BlackBerry és a Windows Mobile meg egyéb platformokon túl a legújabbakra is mindig kifejlesztjük majd a technológiát. Mindez még kevés lenne, mert hogy végeztünk versenyelemzést, és nagyjából 70 cég foglalkozik ma a világban zenei stream szolgáltatással, ezek közül számos elérhető Magyarországon is, nagyon nagy repertoárral, kell egy differencia faktor, és ez lesz még egy radikális gondolat, amiben mi feltétel nélkül hiszünk. Ez pedig az, hogy nem csak, hogy nem kérünk pénzt azért, hogy valaki zenét hallgasson,